Akinek van a és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család autók szeretettel. No kérem, akkor folytatjuk a Millás reggeli műsor folymát, mert hogy 8 óra 15 ez a második etap, amire ráfordulunk Ács Agaben Gáborral. Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak. Mihálovics Andrásnak köszönöm szépen ezt a beharangozót. Baleset történt a Budafoki úton. Jaj, ezt még a közlekedési hírekhez kell. 0 30 20 10 9 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ide várunk közlekedési híreket, de már én már gyorsan fel is olvastam egyet. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz -in. No, hát akkor még egyszer. A Budafoki úton van egy baleset befelé. A Hengermalom út után járható egy sáv ez biztos. Aztán az m 0 írja a Krisztián hallgató, az M3-asra való lekanyarodásnál a városközpont felé irgalmatlan sor alakult ki, majd később az m 0 a Megyeri híd felé a szokásos torlódás Dunakeszinél. Az útinfor valamiért ezeket sosem mondja be, és korábban írta már egy másik hallgató, hogy az M2-es Dunakeszinél beállt, mint a szöveg, de az okát Ugye azért nem Én is pont is, kérdezni mert... akartam, az én algoritmusom is kidobta, hogy sokkal lassabb és sokkal hosszabb a dugó a Kolbert hídon Budakalász irányába, hogy ott, ha valaki tudja, hogy ennek mi az oka, erről még plusz infókat. Aztán forgalmi befelé a Csévézi utca előtt, mintha beállna, arra szólunk, haladunk, de viszonylag lassan baleset nincs a láthatárom írja egy másik hallgató. Uh, úgyhogy, uh, na mindegy, ezek jöttek egy ezeket tudtuk összegerebnézni. Sokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt. Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról, agilis szemüvegen keresztül. Hát ugye, akik rendszeresen követik adásunkat, az elmúlt hetekben is volt Epic Stories, itt egy csomó mindenre válaszokat kaptunk, hogy lehet eljutni a valós idejű felső vezetői döntéshozatalig. Ez a lényeg. Láttuk, hogy hogy épülnek fel ezek az agilis szervezői csapatok, hogy lehet bevonni a rugalmas alkalmazkodásba jogászokat, de van egy kis bökkenő. Ha mindezt gyorsan kitaláltuk, eldöntöttük, legyártottuk, hogy kerül ki a termék a fogyasztóhoz, ugyanebben a ritmusban. Na hát, és de akkor. most az üzleti oldal volt. Igen, most akkor szegény IT-seket. <laughs> Mert <gül> azt szokott, le, hogy nagyon gyorsan kitaláltuk, eldöntöttük, legyártottuk, és akkor jönnek a kérdések az IT-ről. Ha minden igaz, de aztán vagy megerősít, vagy megcáfol bennünket. Mádi Gábor a Siva Force fejlesztési igazgatója, CIO-ja is ő egyben, és az IT fejlesztésekért is felelős. Köszöntünk itt a műsorban. Jó reggelt kívánok! Sziasztok. Mi már ilyen komandos hangulatot terveztünk ezzel a DevOps kifejezéssel, ez olyan, mint egy ilyen számítógépes lövöldözős játéknak a neve. Valójában a DevOps az a nevéből adódóan, ugye a, a Developerek, illetve az Operations ö, szóból, ered, gyakorlatilag a fejlesztési és az üzemeltetési csapatoknak a hatékony együttműködéséről szól. Ez a gyakorlatban mit jelent? Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokkal közelebb kell lennie a fejlesztőknek, illetve az üzemeltetőkhez egymáshoz, és nem csak eszközmódszertan, hanem egyfajta kulturális változást is igényel lesz. Át kell gondolni az IT stratégiánkat, hogy hogyan lehet a leggördülékenyebben együttműködni, hogyan lehet lerövidíteni azt az értékáramot, hogy a, ahogy említetted a fejlesztések a lehető legrövidebb úton jussanak ki megfelelő ügyfélkörnyezetekre. Ez így elmondva maga a Kánuán, de biztos vannak bőkkenők, bökken, ezekről majd beszéljünk, mert utána néztünk itt a beszélgetés kapcsán, hogy mik ezek, de egy vállalat szempontjából ezt hogy kell elképzelni a, a, a gyakorlatban? Tehát, hogy azt nem tudom elképzelni most itt komolyan, hogy, hogy vannak ugye a fejlesztők, akik ugye kitalálják a terméket, meg vannak mondjuk az IT-sek, akik ezt meg is valósítják, az egyik a harmadik emelet négyben van, a másik a hetedik emelet kettőben. Akkor most ezek ilyen nagyon triviális dolgok, de, de ezek az emberek a céges buli kapcsán nem is biztos, hogy beszélnek egymással. Hát igen, azért a, itt az online világban, vagy a, a hibrid munkavégzés során ez még lehet, hogy nem is a hetedik emelet, hanem akár otthon is vannak Ingen. ezek az emberek. Tehát olyan munkakörnyezetet, olyan kollaboratív tereket kell kialakítani, hogy lehetővé váljon ez a fajta együttműködés, akkor is, hogyha adott esetben nem személyesen tudnak együttműködni a kollégák. Uh -huh. És azt, hogy, hogy a felelősségi viszonyokat, hogy ki a főnök, ki dönt, mert egy ilyen fejlesztés, ha csak ezt a szerencsétlen millás reggeli projekteket nézzük, az ezer ágon bogon el tud folyni, szét tud esni, nem tud megvalósulni. Kellene lenni egy döntéshozónak, aki az asztalra csap, és azt mondja, hogy jó, eddig értem a vitát, mindenkinek igaza van, de azok tapsolhatnak most, akik a B választ jelölték meg, mert hogy, hogy ebben az irányba tudunk tovább menni. Aztán, ha nem sikerül, az majd az én felelősségem lesz. Tehát, hogy ezeket hogy lehet leosztani? Vagy határidőket kiosztja le, ki ellenőrzi, mi van, ha valaki megszegi a határidőt. Tehát, hogy ez ilyen, le, 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 neki lehet állni ennek nagy lendülettel, aztán jönnek az aprók is, egészen pici operatív problémák, és szétcsúszik az egész. Uh -huh. DevOps itt abban ad igazából pluszt, hogy a fejlesztők és az üzemeltetők, hogyha, hogyha sokkal szorosabban dolgoznak együtt, akkor nem csak az együttműködésükről, hanem ahogy említetted itt a felelősségi köröknek a teljeskörű megosztot, megosztottságáról is szó van, tehát hogyha elvállal a, a csapat valamilyen fejlesztési munkát, akkor a fejlesztő területén nem állhat meg ott a, a fejlesztés, hogy hát az én lokális számítógépem ez működött, és ugyanígy a másik oldalon az üzemeltető sem mondja meg, mondhatja meg azt, hogy már pedig itt csak és kizárólag ez az egyféle módon lehet éles környezetbe helyezni bizonyos kódokat, hanem nekik együttesen, közösen kell vállalni ezt a felelősséget end-to-end -end gyakorlatilag, onnantól kezdve, hogy, hogy elvállalták a fejlesztés odáig, hogy élesbe kerül, nekik úgy kell együttműködni, hogy mindkét fél segítse egymást. Uh -huh. Mennyire kell automatizmusokat beépíteni a rendszerbe? Hát ugye ez a módszertan mellett, amit az eszközök tudnak megtámogatni, abszolút, tehát vannak olyan ilyen build és deployment szoftverek, amik előáll, az egyik ugye csomagot előállítja, fejlesztési csomagot előállítja, a másik pedig kihelyezi a megfelelő ügyfélkörnyezetre, ebből rengeteg típusú eszköz létezik ma, és hát gyakorlatilag pont ez az a plusz, amit még hozzá lehet adni ehhez az egész devopsos kultúrához, filozófiához, hogy az automatizációval még egyfajta hatékonysági fokot, egy gyorsaságot lehet hozzátenni, a nagyon gyorsan változó ügyféligényekhez, nagyon gyorsan ki kell tudnunk ezeket a fejlesztéseket, akár naponta többet is az ügyfelekhez kiadni, ez az egyik. A másik oldalon pedig, hogy vannak már olyan technológiák, amik lehetővé teszik azt, hogy egy komplett infrastruktúrát, több számítógépből álló rendszereket néhány sorkódnak kódnak a futtatásával automata fel tudja építeni, és nem kell egyedileg kézzel telepíteni több kollégának napokon keresztül. Ezeket bármikor el tudjuk indítani, vagy akár le is tudjuk állítani. Nagyon gyakran volt probléma a nagyvállalatoknál az, hogy ahogy egyre több projekt párhuzamosan működik, ezeket ugye tesztelni is tudni kell és, és hogyha csak egy vagy két dedikált tesztkörnyezet van, akkor nincs arra lehetőség, hogy párhuzamosan 5-6 projektet tudjanak tesztelni. Ezekkel a technológiákkal ezt lehetővé lehet tenni, hogy pillanatok alatt felhúzunk egy új környezetet, ott letesztelik, ha befejezték, lezárjuk, és, és megyünk tovább. Mi a ja, a mérésekkel, az adatokkal? Ugye rengeteget beszélünk bármilyen fejlesztés kapcsán a mérésekről, meg az adatokról, hogy vissza kell mérni, akár már a fejlesztési mm -hmm. folyamatot se várt, hiszen egymásra fognak mutogatni a kollégákat. De hát én múlt héten leadtam nem adtad le, mert nem volt befejezve az, hogy de azért nem volt befejezve, és innen megint szétcsúsztunk. Szóval láttam már ilyet, i, 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 ilyet én magam is, pedig nem nagy lélegzetvételű projekteken dolgoztam. Szóval ezeket a méréseket, visszaellenőrzést, ezt is lehet automatizálni? Mert, hogy, mert amiről most beszélünk, a szemlátomás egy nagyon bonyolult rendszer. Ezt egy ember nem fogja átlátni, hogy épp hol tart a projekt mondjuk. Hát igen, ezek az eszközök lehetővé teszik azt, hogy tudjunk mérni akár a, ezt a build időt, tehát hogy mennyi idő alatt készül el egy csomag, vagy mennyi idő alatt tud eljutni az ügyfélkörnyezetre, mennyi az a teljes lead time, ami, a, a, ami nem csak a konkrét műveleteket, hanem a teljes átfutási időt magában foglalja. Tehát ezeket az eszközök lehetővé teszik, hogy minden további nélkül, akár egy dashboardra ki lehet tenni, és üzleti felhasználók is minden további nélkül érteni uh -huh. fogják. És utána még jön, hogy ha ezt sikeresen eljutottuk a fogyasztóhoz, akkor azt sem már tudni, hogy a fogyasztó mit szólt hozzá. Tehát ezt is valahogy mérni kell. Mennyit tölt el, mit csinálod, hogy örül neki, nem örül. Így van, hát ezek a hagyományos ilyen fejlesztésben használt analitikai szoftverek segítségével történhet meg. Mennyire szükségszerűség egy cég szempontjából ez a DevOps szabű? Dolog. Hát azt gondolom, hogy egyre több vállalat ismeri fel ennek a, a fontosságát. Van, aki ezeket a tevékenységeket kiszervez, valaki házon belül kezdte felépíteni ezeket a csapatokat. Azzal, hogy az agilis fejlesztések bekerültek a hétköznapokba, ezzel gyakorlatilag az agilitás mindennapokká vált, nagyon gyorsan készülnek el a fejlesztési csomagok. Ehhez fel kell gyorsulnia az IT-nak, illetve az üzemeltetésnek is. Erről lehetett hallani néhány évvel ezelőtt a Gartnernek az egyik olyan fogalma, ami ugye ez a kétsebességes IT, vagy bimodális IT, ami azt jelenti, hogy egyszerre kell tudni a, a, az, az it nak az üzemeltetésnek a, a hagyományos úgynevezett legacy rendszereket üzemeltetni, ami robosztus, aminek mindig működnie kell, ami, ami, ami vals, igen, vagy akár az vagy is vagy a már felvéd, klantban, igen, de igen. Hogy, hogy ezek nagyon nagy fokú biztonságot igényelnek, illetve robosztusságot, a másik oldalon pedig megjelentek azok a nagyon gyors, villámszerű, kampányszerű oldalak, fejlesztések, amiket azonnal ki kell rakni, és ezzel a kettő között kell megfelelő módon balanszírozni. Ezt hogy csináljátok? Ezt én nem értem, de tényleg. Tehát egyik pillanatban kapok egy telefont, jó, nem csak én, mert nyilván nem egy személyes IT osztályok vannak, de lehet, hogy van olyan cég, ahol van egy zseniális IT is, és egy személybe csinálja. Ő mit csinál? Tehát egyik pillanatban felveszi, a titkárság telefonját, hogy igen, indítsd újra, kiléptél, nem, jelszabad, jó, oké, egyik pillanatban, másik pillanat meg, hogy tud azon gondolkodni, hogy DevOps, és akkor a főnök azt mondta, hogy, hogy hozzunk össze egy új ügyfélszolgálati rendszert, mit tudom én, SSP alapon, jövő hét szerdáig. A két mód között tudatosan kell tudni váltani ez, azt gondolom a kulcs. Egy embernek nem feltétlenül egy embernek. Aha. többféle kompetenciával építjük fel ezeket a csapatokat, vannak hagyományos operátori feladatok, amit említettél is, hogy ilyen jelszobárítás, egyebek. Vannak ilyen devopsi jellegű feladatok is, és magát a, a, egy kéthetes periódust, ezeket a spinteket úgy építjük fel ezeknél a csapatoknál, hogy a feladatuknak egy jelentős része az, az olyan előre tervezett projekt munka, vagy akár Akár a belső folyamatainknak a fejlesztésével foglalkoznak, és van fe, fent egy olyan időablak, egy timebox, amiben viszont bármilyen ilyen típusú megkeresésbe eshet, és így végül ezt is tudjuk tervezni. Uh -huh. Alokálunk rá egy, egy keretet, hogy az ilyen típusú belső új igényekkel tudjunk foglalkozni. Ez egy nagyon új dolog, az IT szakemberek átlaga tudják -e? vagy tudja ezt? Hát, vagy, vagy ha róla olvas a szaksájtóban jó esetben. mint hogy mi az új dolog a DevOps maga? No, Mert az, akár már, az igen. már régebb óta fut csak, mintha alakulgatna, nem? Igen. Hát nagyon sokat fejlődött én azt gondolom az elmúlt években. Az egyik oka valószínűleg az lehet, hogy hogy ugye a, a, az üzleti oldalról sokkal nagyobb lett arra az igény, hogy, hogy, gyorsan tudjunk és hatékonyan kiadni mindenféle új fejlesztéseket. De a másik oldalon pedig technológiai plusz lehetőségek is megjelentek, tehát azok az automaták, automatizmusok, technológiák, mint például a Kubernetes vagy a Terraform, amivel ilyen környezeteket lehet néhány sorban leírni és pillanatok alatt létrehozni, ezek nem voltak jelen néhány évvel ezelőtt. Úgyhogy ezeket tanulják a, a mai IT-sok, egy, egyértelműen látszik az, hogy hogy, hogy fejlőd, fejlődnek, és egyre több ilyen típusú kolléga van, de bővítik a, a csapatokat nagy váltok is ilyen Én területen. most egyet nem értek még, és aztán utána merényletet készülünk elkövetni ellened, hogy kapaszkodj, hogy ez most egy IT-s cucc, vagy ez valami jóval több annál. Hát ez egy fejlesztési és üzemeltetési területet összefogó, tehát it snak it is, de, de inkább... Mert a tehát, felület, amin zajlik, az it is. Van, igen. de hogy a, a magában nem csak a működést szabályozza az az egész dolog, ezért gondoljuk azt, hogy ez egyfajta kulturális változást is igényel, hiszen teljesen át kell tehát szemléletváltás kell az emberek fejében, hogy nem csak az én silószerű kis szeletét kell a területemnek átfogni, hanem egy sokkal átfogóbb képet kell látnom a teljes fejlesztési értékáram a teljes fejlesztési területről. És hogyan ehhez mondjuk az agilitás meg a lean módszer? Hát úgy jön, hogy gyakorlatilag a DevOps is egy olyan módszertan, ami, ami ezekből táplálkozik, tehát amikor például a mélésekről, vagy az előbb említett lead time a átfutási időknek a, a méréséről beszéltem, akkor ez is ugye a Lean e, módszertamból ered, Aha. innen, innen érkezik. Illetve az Agilis e, módszertamból vették át, e, például azt is, amit a, az Agilis manifestó mond, hogy a, ott is az agilis és a nagyvált, tehát a hagyományos Waterfall közötti tudatos váltás igazából a lényeg. Itt az előbb, ahogy mondtam, uh -huh. ezt a bimodális területet, ez abszolút erre e, rímel és hát nagyon jól kiszolgálják ezekben az AGX csapatokban. Na figyelj, akkor hát pergőtűzbe hozunk. Képzeld el, hogy a beszélgetésre készülve van egy diloid tanulmány, a DevOpsról, point of view, elemzés, egészen pontosan, és vannak benne mítoszok a devops sal kapcsolatban. Kíváncsi vagyunk a véleményedre ezekre a mítoszokról. Uh, azt mondja, hogy az egyik mítosz, mi, ha megcsináljuk ezt a DevOps-ot, akkor nem kell több IT üzemeltetés. Hiszen feláll egy rendszer, mondtad most is, hogy néhány kódot lefogtatunk, már feláll a doboz, azt majd megtöltjük tartalommal, és már kész is. Hát, üzemeltetésre mindenképpen szükség van, hiszen a szó maga is azt jelenti, hogy a fejlesztők és üzemeltetőknek az együttműködése, tehát ez, ezek a típusú kollégákra mindenképpen nagy szükség van. Elképzelhető, hogy a munkájuk átalakul abból a szempontból, hogy most már nem a Kézzel kihelyezett vagy létrehozott környezeteken dolgoznak, hanem automatizmusokat gyártanak, de erre a, erre a munkára mindenképpen továbbra is szükség van, illetve ezeket a folyamatokat Aha. tudják gyorsítani, fejleszteni. Aztán tipikus vállalkozói kérdés, ami itt megfogalmazódik, mítoszként, hogy nem is csodálom, hogy ez bekerült ide. Hogy egyszeri beruházás. Ez nem tök jó, hogy vú, kell, ez a DevOps nagyon menő főnök, csináljuk, oké, okay, túl vagyunk rajta, fél év alatt, és királyok leszünk. Hát sajnos nem ez a helyzet, ugyanúgy az agétással sem, hanem ez, ez egy kulturális váltást hoz, és onnantól kezdve így kell működnünk, tehát folyamatosan részt kell ebben venni. Napról napra újabb és újabb technológiák fognak megjelenni, ezeket a folyamatokat optimalizálni kell, javítanunk kell, még gyorsabban adott esetben kiadni, illetve az automatizáció, ugye ahogy új projektek vannak, ott mindig új és új környezeteket kell kialakítani. Tehát ez egy folyamatos munka. Ez a rossz hír. De vajon a DevOps csak egy módszert ad? Mert azt mondtad, hogy nagyon sokszor beszéltél a kollaborációról. Hogy akkor van egy DevOps kézikönyv, elkezdem első oldal, első fejezet, hívd össze az IT-t, a portást, az éjjeli ört, és a pénzügyet, a marketinget, és a nem tudom, és hozzatok létre egy közös sandboxot. Tehát ne, nem ilyen. Hát vannak egy kézikönyvek egyébként, például a Kimnek a DevOps Playbook könyve is egy ilyen könyv, amit mindenkinek nagyon ajánlok, de hogy alapvetően annyiban nem csak egy módszertan, hogy nem csak szabályozza a működésünket, mint mondjuk egy minőségirányítási rendszer, hogy pontosan mit és hogyan kell csinálni, hanem, hanem egyértelműen a kollaborációra, az automatizációra, a folyamatos javításra teszi a hangsúlyt, tehát ennél jóval több, én uh -huh. azt gondolom. A kollega rákérdezett a következő mítoszra a DevOps és az agilitás viszonyára. Van-e agilitás nélküli DevOps, vagy van-e agilitás DevOps nélkül? Minden kettő működhet alapvetően, nyilván együtt könnyebb. tehát... A, van van arra a lehetőség, hogy, hogy agilistás nélkül pusztán a DevOps módszertant, illetve ennek a, az eszközeit használjuk, de nyilván akkor akkor lehet a legtöbbet ebből kihozni, hogyha az agilissal együtt csináljuk. Na ez is egy nagyon, nagyon gyakorlati és életszegú kérdés. Lehet-e venni ilyet dobozosan? Hogy hát. ezt hogy kell elképzelni a gyakorlat? Hát valószínűleg akkor értékesíteni is könnyebb lenne, ha ez egy dobozos termék lenne, de valójában inkább arról kell beszélni, hogy amikor egy nagyváltal elkezdünk dolgozni, akkor első körben megismerjük az ő működésüket, felmérjük a jelenlegi állapotot, milyen alkalmazások, milyen technológiákat alkalmaznak, és gyakorlatilag ezt a sok elemzést, felkészülést követően tudunk olyan stratégiát kialakítani, amivel ők ezt a folyamatot el tudják kezdeni és, és mindenkinek egyedileg testre kell szabni, tehát ott nagyon sokféle eszköz van, nagyon sok beszállító van, amit lehet használni, ezeket mindig a vállalatokra kell szabni. Na és akkor itt jön a következő, és ilyen záró mítosz ebből az idézett Diloid tanulmányból, mondtad a nagyvállalatot, pedig azt hittem, hogy ez ilyen kicsi mozgékony cégeknek a terepe. És hát, ezzel verik meg a nagyokat? Valójában innen indult, ez, ez tény, de, de most már ugye a nagyváltoknál, hogy az agilis betört az elmúlt évek során, a devops is egyértelműen az látszik, hogy, hogy megjelent a nagyváltoknál is, tehát ők is építik ezt a kompetenciát. Milyen sikerrel? Egy, nagyon jó sikerrel és dolgozunk egyébként uh -huh. nagyvátoknál, és uh, teljesen uh, uh, nagy sikereket Mert ott Még elején. több ember, még több érdekel. Nagyobb több... a csapat, uh -huh. nagyon sok párhuzamos nagy projekt van, tehát ott, ott van is arról uh, lehetőség beszélni, hogy uh, olyan rendszereket vezessünk be, amik, amik mondjuk megtérülnek nagyméretű projektek uh -huh. esetén. No, hát nagyon szépen köszönjük, nagy vágta volt bele, és izzadtam rendesen, de álltad a sorot, sor, a sorot meg az, ami még nagyobb eredmény, hogy valamit sikerült előtetni a fejbe, úgyhogy majd a gedét rámozdítjuk a DevOps projektünkre, jó? Hát, jó? nem jó. tudom, jól járunk-e azzal, de még, még ezt kitaláljuk. Még, <laughs> uh, bocsánat, Igen. zárásképpen még annyit uh, azért szeretnék hozzátenni, hogy uh, ugye mi az elmúlt években uh, ugye alapvetően frontend fejlesztéssel foglalkoztunk, de hogy a így ebben a, a, a tíz évben gyakorlatilag a, ugye az agilitással, illetve a devops is házon belül ismerkedtünk mm. meg, tehát így jött ez a tapasztalat. Van egy ilyen kedvenc ábrám, ami szerintem nagyon jól szemlélteti ezt a, ezt a kétféle ö, ö, működést, hogy a, ha három ilyen kis gombócot képzelünk el a, az üzletet, a fejlesztést, illetve az üzemeltetést, akkor a, ugye az agilisra mondhatjuk azt, hogy az első kettő, közötti kapcsolatot javítja, tehát ott ugye az agilis az az üzlet és a fejlesztés Aha. közötti területet fixálja, javítja, a DevOps pedig a másik kettő, tehát ott a fejlesztés és az üzemeltetés közötti Aha. plusz tud hozzáadni, úgyhogy gyakorlatilag mi egyértelműen ezt a kettőt egyszerre csináljuk, ugye tapasztalati úton a nagyváti ügyfelekkel, dolgozunk ezet, és ezen, és hát, folyamatosan bővítjük is a csapatunkat, tehát, hogy keresünk most is devops kollégákat a weboldalunkon keresztül, mert azt gondolom, hogy, hogy ez a jövő, hogy agilis üzletnek, agilis IT-kel. Szegény hm. fejlesztés, két malomkon között a business meg, <laughs> meg az operations között nem lehet könnyű feladat. De akkor sok sikert hozzá! Köszönjük Köszönöm, szépen, szépen a beszélgetést! Még egyszer! Sziasztok! Szia! Mádi Gáborral beszélgettünk a DevOps kapcsán a Siva Force fejlesztési igazgatója, CIA ója ő. Epic Stories! Történetek a viharos vállalati hétköznapokról, agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat a hangzott. El.